Szevasztok srácok, ebben a videóban a Komoot által készített M43-as mozdonyomat fogom nektek bemutatni. Hát vagy 3-4 évvel ezelőtt vásároltam már tőle ezt a mozdonyt, motor az nincsen benne, de látjátok, hogy úgy van kialakítva ott is a kuplunknak a helye, hogyha hajtást rakunk alá, akkor ugye vontatni is tudjon kocsikat. Szokás szerint részlemezből készült fotomaratásos technológiával. Annyit kell tudni az M43-as és M47-es mozdonyokról, ugye ezek a dácsiek, hogy valamikor ugye a 60-as, 70-es években a MÁV két teljesítményből vásárolt, ugye a 43-ast és 47-est. 47-esek voltak a nagy dácsiek, mert ezek ugye erősebbek voltak. A 43-asok pedig ugye a kis dácsiek értelemszerűen. Hát M43-as mozdonyok már nem nagyon vannak sajnos így klasszikus mávos festésben, egy-két fűtőháznál még dolgozgattak, de mostanában onnan is kikaptak sajnos. Iparvasutaknál viszont még felelehetőek, illetve magánvasut is vannak még ilyen mozdonyaik. Például az 1001-es kisdácsia Máv Nosztalgiánál dolgozik, vagy akarom mondani Máv Rail Tours Kft. most már, ugye eredeti festésre visszafestve. Annyit kell tudni még ezekről a mozdonyokról, ár, mint ugye a 47 esekről nem a 43-asok, hogy abból is volt 1000-es és 2000-es sorozat is. Az 1000 nem tudott fűteni, viszont a 2000-es sorozatú mozdonyjal tudtak ugye vonatot is fűteni. Egyébként az M43-as mozdonyok állomási tartalékként dolgoztak sok helyen, fűtőházakban és ugye iparvállalatoknál mivel ugye ezek nem nagyon vonali mozdonyok, tehát maximum mellékvonalon továbbítgattak ugye tehervonatokat, sőt előfordult olyan is egy időben, mikor ugye a BZ-nek voltak ilyen tengelytörési problémáik, hogy BZX mellékocsikat vontattak a kisdácsiák, és így közlekedtek személyvonatként. Így kiemelném érdekességképpen ezt a dolgot. Hát a modellről összességében sokat nem tudok elmondani, a szokásos imiféle modell így néz ki természetesen vannak hibái, nem állítom, hogy hibátlan, de ezt sosem mondtam, mindegyik modellnek vannak hibái, mindegyik modellnek kompromisszumot kell kötni az embernek, de igazság szerint ö, nem sok embernek van M43-as mozdony a modellben, nekem személy szerint tetszik ez a minőség, meg vagyok vele elégedve. Ennyi lett volna ez a videó, én köszönöm szépen, hogy most is velem voltatok, találkozunk legközelebb is, szevasztok!